Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Tombol a nyár a Vadkerti tónál is. Új közösségi tereket adtak át. A Szent Korona cukrászda családi napja. 8. Kupi strand kézilabda kupa. Az elmúlt hetek kánikulai időjárása sokakat vonzott a Vadkerti tóra. Minden adott volt, hogy jól érezzék magukat a látogatók, a megújult környezet, a kibővített szolgáltatások és a jó minőségű víz. Most már lassan két hete, hogy kánikula van. Gondolom, hogy ez meglátszik itt a Vadkerti tó partján is. Igen, meglátszik a Vadkerti tó partján is az, hogy remek idővel robbant be a szünidő és a nyár. Nem csak, hogy a vendégek számában látszik ez, hanem a hőmérsékletben és a víznek a hőmérsékletében is elértük a 26 Celsius fokot is most már. És egy-egy hétvégén hányan látogatnak ki? Többen, mint az elmúlt években? Mi a tapasztalat? A Vadkerti tó strand területe védettségi kártya nélkül látogatható. Nagyon népszerű. Előző évekhez hasonlóan az idén is nagy látogatottságú a szombatunk és a vasárnapunk is, de mint ahogy látható, egy szerda este is nagyon nagy létszámmal élvezik, és strandolnak az emberek itt a tópartján. És gondolom élvezik azokat a fejlesztéseket, amik itt megvalósultak a tóparton. Mi az, amit úgy láttok, hogy kellett ide, hogy fontos volt a vendégeknek? A vendégek minden egyes fejlesztést, amit az önkormányzat beruházás során sikerült megvalósítani, nagyon nagy örömmel vesznek. Ki tudnám emelni a babamama szobát, ami most ebben a kánikulában, hogy egy klimatizált helységben tudják a szülők tisztába tenni, pelenkázni, megetetni a gyermeket, esetleg a tápszert, vagy amit hoznak ételt megmelegíteni, megmikrózni. Ez egy nagyon népszerű dolog. Nagyon szeretik a vidékről érkező vendégeink a hazautazás előtt a hideg-melegvizes zuhanyzó öltöző blokkunkat igénybe venni, és teljesen felüdülve tudnak haza utazni és kipihenve az egész hét vagy az egész évnek a mögötte levő időszaknak a fáradalmait. Ugye a kánikula az jót tett a fürdővendégeknek, sok a fürdővendég, és ez jót tett a víznek. Milyen állapotban van most a víz? A vízünk még most is kiváló vízminőségnek örvend. Folyamatosan előző évekhez képest 4 vízminta vételt írt elő a szakhatóság, az idejében emeltük 6 vízminta vételre. 3-on túl vagyunk, és még mindig a kiváló minősítésben van a Vadkerti tó vízminősége. Most olvastam, hogy egy új büfé is nyílt. Gondolom, hogy ennyi vendégre azért kellett is, ugye? Hát nem csak nekünk kihívás a sok vendégnek a kiszolgálása, mint a strandüzemeltetőinek, hogy megfelelő mennyiségű árnyékos, zöld felülettel, éjszakákon keresztül öntözéssel próbáljuk a nagyon igénybe vett gyepfelületünket, amit taposnak, tipoadnak az emberek karbantartani. Ez a maga a vendéglátóegységekre is nagyon nagy terhet ró. Én úgy gondolom, hogy egy új színfolt került a partra, ami egy rést pótol. A mai kornak az új vívmánya, slágere a street food, és ennek adtunk teret. És áll itt mögöttünk ez a sátor, ez ugye a Vadkerti tó programjait színesíti, akkor egy kicsit erről, meg arról, hogy milyen programok lesznek még a nyár hátralévő részében, lesznek-e egyáltalán? A programoknak hiány vagyunk egy kicsit. Tehát a megszokott saját rendezési programjainkat nem tudjuk megrendezni, sajnos létszámkorlátos és védettségi igazolványosak lennének a mi általunk rendezett zenés-táncos rendezvények, ezért nem tartunk. De nem lehet azt mondani, hogy nincs.
Az idei évben már ugye volt egy strandkézilabda, volt egy családi nap egyházi, voltak már más különböző céges rendezvények itt a tóparton, ami a nagy forgalom mellett még lebonyolítottuk. Lesz még a futóknak egy eseménye, ami biztosan megrendezésre kerül, és hát köszönet a Gyöngyház Kulturális Központnak, hogy 4 mozifilm vetítést idehoztak a tópartra, amely teljesen ingyenesen minden vadkertinek, minden nyaralónak, mindenkinek a szórakozását biztosítja. A mai korban már a gyerekek nem is tudják, hogy milyen egy kertmozi, milyen volt régen egy autós mozi. Ők már ugye a Hollywood Multiplexben nőtek föl, most már otthon nézik a nagy képernyős tévéken a filmeket, tehát ezeknek is megvan a feelingje, patolott kukorica, előtte egy sült kolbász vagy egy hack, és akkor lesétálunk és lefehenteredünk piknikkosárral, pléddel megjelenünk, és akkor elfoglaljuk a helyet és nézzük a filmet. Augusztus 20-a. Én úgy tudom, hogy akkor lesz itt a tón is rendezvény. Igen, augusztus 20-a az egy városi rendezvény lesz, amelynek egyik szín tere a vadkerti tó lesz. Ugye a városban kezdődik egy délelőtti programsorozattal az állami ünnepség, és utána a délutánban itt fog különböző programokkal kiegészülve gyermekekre építve a délutánt, fellépőkben is, meg játékokban is, és este pedig nagy koncert, fellépő, tűzi játék és hajnalig diszkó. Ennek a pontos leírását, és hogy kik lépnek fel, ezt köszönjük a Gyöngyház Kulturális Központnak, akik ezt leszervezik és mindezt koordinálják. Nem szeretnék bele folyni, mert lehet, hogy hibázok az időpontokba és a fellépőkbe. Ugye tudjuk azt, hogy Karamell lesz a sztár vendégünk az estében, és várunk mindenki sok szeretettel. Ami még különlegessége és az apropója ennek az augusztus 20-ának, hogy a strand egész nap ingyenesen látogatható lesz. Ez a része, ami hozzánk tartozik, és várunk, és hívogatunk mindenkit, hogy nem csak a rendezvényre, hanem egyébként kikapcsolódásra és pihenésre is várunk mindenkit ide. Közösségi találkozóhelyeket alakított ki 3 helyen is a Soltvad Kerti Gyöngyház Kulturális Központ. Ezeket július 8-án adták használatba a város lakói számára. Nagyon kellemes lett ez a hely, ugye ebből most vadkerten van 3. Egy kicsit ezeknek a közösségi tereknek a születéséről, ha mesélnél nekem. Úgy terveztük, hogy látva az, hogy nincs jelenleg a városban olyan hely, ahol adhok össze lehet jönni, ezért, és tekintettel arra, hogy milyen időszakot éltünk meg, ezért azt terveztük el, hogy az intézmények, illetve az intézmény 3 épületéhez kötődően közösségi tereket hozunk létre, így a sportcsarnoknál, a Gyöngyház Kulturális Központ teraszán és a helytörténeti gyűjtemény fedett részén. Így jöttek létre ezek a közösségi terek, és hát mindegyik más funkció is lesz, és más feltételekkel lehet majd használni őket. Akkor vegyük sorra, melyiknek mi lesz a funkciója, és milyen feltételekkel lehet igénybe venni. A sportcsarnoknál és a Gyöngyház Kulturális Központnál bármikor lehet használni a közösségi tereket. Ezt a közösségi teret is, ahol most vagyunk a Gyöngyház Kulturális Központ helytörténeti gyűjteményében, ezt is lehet csupán annyi szükséges, hogy szóljanak azok a közösségek, illetve azok a baráti társaságok, akik szeretnének jönni. Nyitvatartási időben természetesen akkor kényelmesebbé tesszük a hétköznapokban. Itt lesznek ezek a bútorok, de a párnákat és néhány dolgot beviszünk. És a virágoknak is ugye kell a napfény, tehát egy kicsit másként rendezzük el, de mihelyt jön egy csoport, akkor igyekszünk barátságosabbá tenni ezeket a tereket. Ez igaz erre a közösségi térre, a helytörténeti gyűjteménynél és a Gyöngyház Kulturális Központ teraszára is. Természetesen akkor is lehet használni a terasz
közösségi terét, amikor zárva van a Gyöngyház Kulturális Központ, de nyilvánvalóan, hogyha egy csapat bejelenti, hogy ott szeretne születésnapozni, akkor hozzá tudunk járulni poharakkal, tányérokkal, hogyha éppen úgy alakul, akkor műszaki eszközökkel. Mindkét helyszínen, értem ez alatt a helytörténeti gyűjteményt és a Gyöngyház Kulturális Központ helyszínét, lesznek hangszórók, tehát rá lehet majd csatlakoztatni, bármilyen zenét hoznak, illetve hogyha olyan karaoke estet terveznek, mint amit mi is a mai napra hirdettünk, akkor arra is lesz majd lehetőség, hogy megtartsák, és hát nyilván nem csak születésnapok, névnapok és egyéb baráti összejövetelek, hanem akár ilyen kisebb családi rendezvények is lehetnek ott. Gondolom vannak szabályok, amiket be kell majd tartani, hogyha valaki igénybe veszi, hiszen gyönyörű lett mind a három, de azért szabályok nélkül nem lehet élni és igénybe venni ezeket. Természetesen, tehát azt kérjük, hogy vigyázzanak ezekre a helyekre a használóik. Mi úgy tudjuk kényelmesebbé tenni, hogyha partnerek ebben, éppen ezért említettem, hogy tehát készültünk azzal, hogy például a sportcsarnoknál és a Gyöngyház Kulturális Központ teraszán is direkt vartunk párnákat, hogy kényelmesebbek legyenek az ülőgarnitúrák, amelyeket kollégák készítettek. Ezért nyitvatartási időben lehet szólni, odaadjuk a párnákat, de ezt nem hagyjuk kint éjszakára, illetve olyan időszakokra, amikor zárva vagyunk. Viszont az a célunk, hogy szabadon lehessen használni ezeket a közösségi tereket, tehát nem leszünk ott felügyelőként, csak háttérsegítőként, és hogyha igénylik a szakmai segítséget, akkor természetesen segítünk bármilyen rendezvény lebonyolításában. Ezért ez azt is jelenti, hogy mindenféle eszközünket fogják tudni használni. Ez fontos, hogy ez a közösségi, és abban reménykedünk, hogy úgy fognak rá vigyázni, mint advent idején, amikor berendeztük a buszmegállót advent váró, ünnepváróvá, mert ott nem volt semmilyen probléma, tehát vigyáztak rá heteken keresztül, az emberek gyönyörködtek benne, élvezték, hogy van, és tényleg minden épségben maradt. És milyen forrásból sikerült mindezt megvalósítani? Pályázati pénzből, az önkormányzat, illetve a Gyöngyház Kulturális Központ finanszírozásával, és voltak segítőink, illetve vannak segítőink is. Most nem sorolom, hogyha valakit kihagyok, akkor nagy bajba leszek, de az újságban mindenképpen, illetve majd, hogyha egy ilyen stáblista kész, akkor mindenképpen szeretnénk őket megemlíteni. És hogyha valaki igénybe szeretné venni ezeket a közösségi helyeket, nálatok kell jelentkezni, nálatok kell jelezni? Igen, a Gyöngyház Kulturális Központban, igen. De hogyha valaki azt mondja, hogy mondok egy olyan napot, amikor nem vagyunk nyitva, hétfőn szeretné használni, akkor megbeszéljük, hogy mikor jön a kulcsér, és megkapja. Tehát, hogyha is megbeszéljük nyilvánvalóan, hogy mire van szüksége, és olyan módon kell átadnia is, ahogyan átvette. És milyen korosztályt céloztok meg ezekkel a közösségi helyekkel? Gondolom, hogy azért minden korosztály belefér. Elsősorban a fiatal felnőttek, a célközönségünk, és a felnőtt korosztály. Éppen meséltem, a minap készítettünk egy felvételsorozatot, a Városi Mics film készül most a Solt-Vadkert városról, fiatalok közreműködésével, és mesélték, hogy ők nem tervezik az összejöveteleiket, hanem egyszerűen eszébe jut valakinek, hogy most jó lenne találkozni, vagy beszélgetni, és akkor körbe telefonálnak, vagy üzennek, és megadott helyen találkoznak. Tehát mindenképpen szeretnénk ehhez az igényhez is, vagy a szokásokhoz is igazodni, hogy mi is rugalmasak legyünk, és tudjuk fogadni ezeket a fiatalokat, illetve nekik ne legyen az bonyolult és nyűgös, hogy most akkor ide jönnek, és akkor szólni kell valakinek. Nyilván nekik is kell ehhez egy kicsit, mert hogy szólniuk kell valamilyen módon, de megpróbáljuk ezeket a közösségi tereket úgy működtetni, hogy a lehető legjobb legyen mindenki számára. És ugye sokszor kimondtam azt, hogy közösségi tér. Tehát elsődleges
célunk és feladatunk az, hogy közösségeket építsünk azáltal, hogy lehetőségeket teremtünk az itt élők számára, arra, hogy találkozzanak, hogy beszélgessenek kötetlenül, akár, vagy pedig egy hobbi köré építve, egy érdeklődési köré építve az összejövetel célját. Idén 50 éve, hogy 1971. április 14-én Szervánszky László megnyitotta az azóta már messzeföldön híressé vált cukrászdáját. Hagyatékát ma már gyermekei és családjaik viszik tovább, akik úgy döntöttek, hogy a jubileum alkalmából egy egész éven keresztül programokat szerveznek Soltvadkert lakóinak és természetesen a többi látogatónak. A motoros fagyizás után július 10-ei családi napon ingyen légvárvilág, csúzlizda, népi játszótér, arcfestés, csillámtetoválás és Paprika Jancsi várta a gyerekeket. 50 éves a Szent Korona cukrászda, ilyenkor az ünnepelt szokott ajándékot kapni, és nem szokott adni, de most ti adtok itt a családoknak. Egy kicsit erről a mai családi napról, ha mesélnél nekem. Hát igen, Szervánszky László apósom 1971-ben nyitotta meg ezt a cukrászdát, úgyhogy valóban most 50 éves, és hát úgy gondoltuk, és a Szervánszky testvérek, a Judit és a Lackó is, hogy egy maradandó év legyen ez, hogy ne csak egy rendezvényel ünnepeljük meg az 50 évet, ahogy volt ez az országos motoros fagyizás, vagy vannak esténként ezek a jazz koncertek, hanem egy családi fagyi nappal is, és hát légvárral, gyermekjátszó, hagyományos gyerekjátékok, vásári bábi játék, Bartatóni, ugye ez a Paprika Jancsi csúzlizda, Paprika Jancsi visszatér, egy nagyon kedves bábjáték, meg hát a 50 év, 50%, és a helyben fogyasztott tölcséres fagylalt, az most féláron van. Talán az a cukrászdának az elmúlt 50 éve annak is köszönhető, hogy innen Soltvadkertről, Bolcsáról, vagy akár Tázláról, a környékbeli településekről nagyon, nagyon sok olyan dolgozónk volt az elmúlt 50 évben, akik szintén segítették a cukrászdának a munkáját és azt, hogy idáig elért. Még ahányszor itt voltam, mindig rengeteg gyerek, sok-sok család volt itt. Gondolom, hogy ez adta az ötletet, hogy most így a családoknak adtok valami. Hát igen, a cukrászdának a vendégköre az elég széles szegmens, hiszen járnak ide nyugdíjas buszok, járnak sportolók, gyerekek, fiatalok, idősek, motorosok. Tehát pont azért gondoltuk, hogy a motorosoknak is egy rendezvény a családoknak, gyerekeknek, vagy akár a jazzestekkel, olyanoknak, akik az élőzenét szeretik, és így azt gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, amit keres. Ugye délelőtt óta tart ez a rendezvény, többször körbejártad, feltételezem a helyeket. Mit tapasztaltál? Hát látom, hogy jönnek a családosok, nagyon tetszik, hogy ingyenes programok vannak, tehát a légvárakat ingyen lehet használni, ingyen csillámtetoválás, itt a lányok, a barátnőkkel, a kincső, ugye a lányom is bekapcsolódtak, ők csillámtetoválást csinálnak bárkinek, aki kéri. És hát az ebéd után egy picit visszaesett, nyilván valószínű, hogy mindenki a meleg miatt visszahúzódott, de most már látom, hogy megint egyre többen jönnek, érkeznek, és részt vesznek a programokon, hiszen 4 órakor, tehát 16 órakor kezdődik a Bartatóni vásári bábjáték, és az 18 órakor újra megismétlődik. Direkt egyébként a bábjátékot késő délutánra tettük, hogy ne a legnagyobb melegbe legyen a gyerekeknek. És mi lesz a következő program? Mert említetted, hogy egy egész évre szóló programot állítottatok össze. Hát most rögtön már a holnapi napon lesz egy jazz koncertünk. Itt a Mátrai Jazz Quartet fog játszani, amire nagyon nagy az érdeklődés. És hát nyilván most július van, lassan július közepe lesz. Azt gondolom, hogy majd augusztusra, meg hát a jazzesteket, azokat szeretnénk folytatni, de augusztus végére valami durranásra, egy meglepetésre azért még készülünk. Ez ahogy mondom, maradjon még meglepetés.
Hát sok szeretettel köszöntjük itt Soltvadkerten, hamarosan kezdődik az előadás. Egy kicsit meséljen erről a bábszínházról. Tulajdonképpen Paprika Jancsi már 1846-ban megjelent a Városligetben. Tehát ő volt az első magyar vásári bábfigura, és a Vitéz László csak utána következett a Népligetben, az már 1900-as évek elején történt, tehát ő maga az ős. És hát mint sok minden a monarhiából, mint a, akár a Spakli, Fandli, stb. Tehát ugye átvettünk németes neveket, először Papische Hansi volt, és aztán lett Paprika Jancsi. És ön hogy került bele ebbe a bábos világba? Hát nekem ez a szakmám, én a színművészeti főiskolán végeztem, bábszínész szakon, és nekem ez a szakmám, és több évet dolgoztam az Állami Bábszínházban, aztán egyszer csak úgy döntöttem, hogy szabadúszásra adom a fejem, és akkor ezt a vásári bábjátékot választottam. Hát bizony az elmúlt másfél év gondolom nem volt könnyű, és Paprika Jancsinak sem volt könnyű pihenni. Hát nem. Nem. És ő maga is mutatja, hogy nem. Nem volt könnyű. Nem. És történt azért valami ezelőtt a másfél év alatt, vagy több mint másfél év alatt? Hát nyertem egy vagy két pályázatot, és néhány előadást tudtam csinálni, de más nem igazán, úgyhogy kedves feleségem színházi fizetéséből éltünk, úgyhogy ez történt. De azért most jó, hogy így szabadabb a világ. Sok-sok fellépése van? Most már egyre több, hála Istennek, úgyhogy most már hétvégén azok kezdenek betelni, úgyhogy eddig csak az volt, hogy radírt ceruza, ennyi most már tollal vannak beírva, és szerződés köt az ember, és megy és dolgozik. Mire számíthat itt a Soltvadkerti gyerekközönség? Remélem, hogy remek szórakozást tudok nyújtani, és mindkétszer, mert hogy Paprika Jancsi kétszer is fel fog lépni, de két különböző darab, két külön szcenikával, csak más Paprika Jancsi figurám van, tehát nem cserégetem őket, mert ő az ő. És melyik lesz ez a két darab? Az első, ami most 16 órától lesz, az egy nógrádi betyármese, Sisa Pista a főszereplője, meg hát természetesen Paprika Jancsi, és Sisa Pistáról azt kell tudni, hogy az eredeti neve az Benkó István volt, de a Nógrádban az ilyen erőteljes, nagyon kemény embereket, az Sisának hívják. Tehát nem azt mondják, hogy derékember, hanem azt mondják, hogy olyan Sisa. És akkor mindenki fél tőle, meg retteget tőle, és hát hogy nem betyár korában kirabolt egy bárót, akinél később, amikor letöltötte a büntetését, ő lett a vadőr. Tehát, és állítólag Sisa Pista volt az utolsó magyar betyár. És a másik darab? A másik darab pedig az Zalán Tibor írta, és az pedig ott egy guruló bódéra van építve a színpad. Első felében van rajta egy középkori időkerék, ha azt megpörgetik, akkor Paprika Jancsi el tud utazni bárhová a világon. Az első részben elutazik a távoli Amerikába, Dél-Amerikába, és ott az indiánokat menti meg a kétoldalú bölény támadásaitól. Aztán a második dolog van, itt maradunk Magyarországon, tehát nem térben, hanem időben utazunk el, és a Rákóczi szabadságházba utazunk vissza, ahol Rákóczi lányát szabadítja ki a labancok fogságából. Akkor sok sikert kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Idén nyáron is megrendezték a Kupi Strand kézilabda kupát immáron 8. alkalommal. A helyszín a már jól megszokott Vadkerti tó volt. A kupán 19 férfi és 20 női csapat versengett 3 napon keresztül a végső győzelemért. Sokadik alkalommal kerül már megrendezésre a Kupi Kupa. Milyen hagyományai vannak, hogyan indult el a mostani
rendezés, hiszen azért egy járványhelyzet után vagyunk, és nem volt könnyű helyzetben a sportélet sem. Hát igen, sajnos a teremkézilabdát ugye a legtöbb csapat megszenvedte ezt az idényt. 8. alkalommal rendeztük meg a strandkézilabda tornánkat. Azon, hogy tavaly is ugye már akkor is pandémiás helyzet volt, akkor még rosszabb volt a helyzet, akkor csak májusban tudtuk meg, hogy meg lehet szervezni a tornát. Ez idén már áprilisban kiderült. Maximális partner volt benne a Sótvadkert önkormányzat, és az Andor nagyon sokat segített, hogy ez attól függetlenül áprilisban már tudhattuk, hogy nagyon sok szervezéssel, pakolással, munkával járt ez összejön. Úgyhogy ezúton is köszönöm szépen nekik a segítséget. Hány csapat, milyen kategóriák vannak itt a tornán? Férfi és női szakágok vannak, 20 női és 19 férfi csapat jött össze. A tervünk az 20-20 lett volna, de sajnos az egyik csapatnak le kellett mondani a tornát, és már nem találtunk helyettük újat. Nagyon sok olyan csapatunk van sajnos, akik idén nem tudtak eljönni Szlovákiából, Szerbiából. Elvileg lehetett volna, de amikor véglegesíteni kellett a nevezéseket, akkor még nem tudtuk, hogy pontosan, meg leginkább ők nem tudták, hogy hogy mehetnek haza, milyen karantén, mi hogy legyen. Úgyhogy most idén nagyon sok új csapat van fiú és lány vonalon is. Lassan, így a 8. alkalom után már azon gondolkoztunk, hogy időszerű lenne egy veterán kategóriát is elindítani. Ugye akikkel 8 éve elkezdtük ezt a tornát, ők azért már most már lassan kezdenek kiöregedni ebbe a strandkézilabdával. Viszont nagyon nagy öröm, hogy egyre több a fiatal csapat. Honnan érkeztek a gárdák? Gyakorlatilag így, hogy a külföldi csapatok nem jöttek be, így csak Magyarországról, viszont Magyarországon minden irányból, Csurgótól, Szolnokon át, Gyöngyösről, Budapestről, Dunaharasztiról, nagyon-nagyon sok irányból. Milyen előkészítő munkálatok előzték meg ezt a kupát, a kupikupát? Ugye azért látom, hogy itt több pálya van, labdafogó háló, kapuk, minden, tehát gondolom, hogy nagyon nagy szervezés volt. Igen, amikor elkezdtük ezt a tornát 8 évvel ezelőtt, akkor 2 pici kis pálya volt. És ahogy nőttünk és fejlődtünk, és egyre több csapat jött volna, és megint csak az önkormányzat a hozzáállásával, meg a segítségével, ez kibővült mostanra úgy, hogy 3 teljes értékű pálya van. Gyakorlatilag a homokon kívül mindent az elmúlt héten hordtunk és építettünk föl. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert néha 41 fokba csináltuk itt a sátorállítást. Ehhez képest tegnap meg lehűlt az idő és szakadó eső volt, de nagyon-nagyon sok komoly munka van mögötte. A játéktér milyen, hogyan sikerült előkészíteni? A játéktér az hibátlan. 1-2 évvel ezelőtt volt olyan problematikánk, hogy akkor eső volt, hogy nem bírtuk befejezni a tornát, ugyanis állt rajta a víz, de a pálya lett töltve plusz homokkal, úgyhogy nincsenek most már benne kis gödröcskék, vagy mélyebb pontok, így azt is az önkormányzat megtárcsázta, hogy gyakorlatilag tökéletes homokunk van. Azt látom, hogy a nézőknek is biztosítottatok helyeket, tehát azért le lehet ülni itt a pálya körül, illetve zene szól, milyen a körítés a mérkőzések alatt? A körítés gyakorlatilag pontosabban így az egész rendszerünk úgy épül fel, hogy a csapatoknak próbálunk mindent megadni, és mindennél folyamatosan mindig egy kicsivel többet, kicsivel jobbat. Szóval gyakorlatilag a Tóth István profi speakerünk van már évek óta, zene szól folyamatosan, este van még diszkósunk is, lesz egy kis buli is, emellett orvosi felügyelet van, hivatalos játékvezetők, strandkézilabda játékvezető gárda érkezik 12-en szám szerint, abból egyszerre 6 dolgozik, 6 mindig tud pihenni. Igen, nagyon sok sátrat állítottunk, padokat hordtunk, az önkormányzat megint csak segített a padokat kihordani, sok külő alkalmatosság van és sok árnyékot állítottunk. A játék minőséget hogyan látod, a meccseket, a tudást, ugye a játékosokat? Megint csak visszanyúlnék a 8 évvel ezelőtti kezdetekhez, amikor gyakorlatilag a legtöbben még nem is tudták pontosan, hogy mi ez a strandkézilabda, és gyakorlatilag videókat osztottunk meg, hogy történik, és szabályokat írtunk le, hogy mindenki ezt átlássa. Most már szerencsére ez a múlt, és gyakorlatilag a csapatok úgy érkeznek, hogy a szabályokat néha jobban tudják, mint a játékvezetők, de ez általában ugye mindig így van. Viszont nagyon-nagyon komoly fejlődés van a csapatokban és a játékosokban, és mivel minden torna előtt most már 6 éve utánpótlás tornát is tartunk, így a fiatal gyerekek gyakorlatilag 14-15 éves koruktól már megismerik ezt a sportot, és nyilván ezt a mozgáskultúrát, ami ide kell, sokkal hamarabb tudják adaptálni. Ők ezek már felnőttek ugye 6 évvel ezelőtt, és most már felnőtt csapatokban játszanak. Nagyon komoly azt gondolom a színvonal most már. A mai kupára milyen csapattal hogyan jöttetek el? A Vadkerti megyei kézilabda csapatnak a tagjai, plusz egy ifjústakorú játékos, aki szintén vadkerti származású, a Kismollár Máté, a Tabányán játszik, NB1-be is bemutatkozott már felnőtt színekbe, úgyhogy ő jött még hozzánk segíteni, a többiek azok mind a Vadkerti felnőtt csapatnak a tagjai. Készültetek külön erre a kupára? Gyakoroltatok? Esetleg edzésben voltatok?
Igen, 3-4 edzésünk volt itt a tón utóbbi hetekben, úgyhogy igyekeztünk pár mozgásba gyakorolni, és pörgéseket meg kínáljuk gyakorolni. Azt láttam, hogy taktikában gyakran választjátok többi csapathoz hasonlóan, hogy lehozzátok a kapust a támadásban. Ez egy tudatos dolog? Hát ez gyakorlatilag minden meccsen így működik, mivel hogy a kapus helyett lejön a, vagy a kapus lejön, és helyette följön a nyúl, akinek nem kell pörögnie, neki simán kettőt ér az egyszerű dobásmód is, kettő pontot. Úgyhogy ez alapeleme a sankézilabdának. Ezt gyakoroltátok is edzéseken? Igen, próbáljuk úgy a figurákat összehozni, hogy a végén a nyúlnak jöjjön ki a helyzet, mivel az a legegyszerűbb, hogy csak felugrik és tiszta az ígyszerből dob egy gólt, úgyhogy igen. Miben más a homokon kézilabdázni, akár csak a szabályokat is, ha mondom, illetve maga a körülményeket is, mint teremben kézilabdázni ugye a szezon közben? De gyakorlatilag ez egy no-contact sport, tehát a kézilabda meg félig egy küzdősportnak is mondható a teremben. Nem nagyon lehet hozzáérni az ellenfél, ez egyből gyakorlatilag kiállítás van, meg 7 méteres, úgyhogy inkább csak területet lehet védekezni. Nagyon sokat kell futni, mivel egyel kevesebb védő van a pályán, mint a támadók. Tehát gyakorlatilag ez a különbség. A meleg az nagyon kiveszi az embert, meg a homokban futás, a homokban elrugaszkodás, úgyhogy ez a különbség kb. Jól kiegészíti egymást a kettő egyébként, tehát ezt azért egy picit tudjátok a homokos kézilabdát, az itt tapasztalt dolgokat használni majd a bajnoki mérkőzéseken is? Igen, rá kell hangolódni egy picit mindig az elején, mert azért másképp kell játszani, mint a teremben. Nem ez a nagy lendületesség, hanem inkább ilyen rafinált megoldások, ilyen passzcselből, stb. Úgyhogy egyébként meg buli, tehát hogy itt vagyunk, csapatépítő jellege van, úgyhogy szeretnénk ettől függetlenül jobb bele, mint előni. Mi van a csapattal jelenleg, hogyan van a játékos keret alakulása, hogyan történt, illetve edzőszemélye változik-e, mik a hírek a gárda körül? Igen, marad a Nagy Máté edzőnk jövőre, illetve a Slovakeri Kézisüliból jön egy-két játékos, nem tudjuk még, úgyhogy mindenki más marad egyébként. Évek óta rendszeres résztvevői vagytok a tornának, most idén milyen csapattal jöttetek el, hogyan készültetek? Idén is ugyanazzal a csapattal jöttünk, mint amivel a terembajnokságban is játszunk, a Soltvatkerti TL-vel. Készültünk, bár inkább azt mondanám, hogy háromszor kint voltunk, de mi ezt igazából ilyenkor csak bulinak fogjuk fel, és egy jó lezárása a terembajnokságnak, annak a szezonnak. Milyen összetételben, hogyan léptek pályára, vannak-e valami taktikai meglepetések ugye egy-egy mérkőzésen, amit alkalmaztok? Vannak, persze, van, gyakoroltunk egy-kettő figurát is, amik azért helyek közel sikerülnek is a mérkőzéseken. Hát igazából tényleg azt tudom mondani, hogy úgy fogjuk fel ezt az egészet, hogy próbáljuk komolyan is, de a lényeg az, hogy mindenki jól érezze magát, mindenki tudjon játszani, kiengedjük a gőzt, és ez egy buli tényleg. Mennyire kovácsolódott össze a csapat a bajnokság során, és most már itt ez a csapatépítő, ha így nevezhetem, program, mennyire tesz hozzá ehhez? Azt gondolom, hogy nagyon. Én ugye a szezonnak az elején nem voltam, hiszen én kismama voltam, és meglepett még engem is, hogy amire odaérkeztem a csapathoz, egy mennyire jól összeszokott közösség, barátokká alakultunk, és most is itt kint vagyunk, együtt alszunk, és azt gondolom, hogy ez a következő szezonra is egy nagyon jó alapokat ad, úgyhogy abszolút azt mondom, hogy nagyon jól összekovácsolódtunk. Lehet erről tudni valamit, hogy a csapatnál mi a helyzet a játékos kerettel, vannak-e változások, lesznek-e az őszi szezonban, illetve marad-e az edzőtök Popovszky Peti? Nagyon reméljük, hogy marad, de azt tudom mondani, meg tudom erősíteni, hogy igen, marad. A keretet tekintve pedig most azt gondolom, hogy nagyon jól összeálltunk, maradunk is, nem tudok olyanról, aki elmenne esetleg, illetve most jelenleg még érkezőről sem tudok. Ha lesz, azt gondolom, hogy az a szeptemberig az le fogja futni, hogy jön-e vagy nem jön-e, de most egyelőre nincs még erről szó. Most megvagyunk, úgy néz ki, hogy megvagyunk. Augusztusban kezdődik az alapozás, addig még szeretnénk menni egy-két strandkézi tornára, ami szintén egy jó alapozást ad nekünk, úgyhogy várjuk a következő szezont, és jól szeretnénk teljesíteni most. A kiskörösi csapat is rendszeres résztvevője a Kupi Kupának, ti is mindig eljöttök így nyáron. Most idén milyen csapattal, hogyan álltatok össze a tornára? Hát az idei csapatunk az a szokásos felnőtt keret alaptagjaival lépett pályára. Egy régi, már nem kézilabdázó játékos Szabó Tamás az idősebb korosztályból ide igazolt hozzánk, mert az idősebbek most nem álltak ki külön csapattal, ezért ő erősíti most a csapatunkat. Egyébként tényleg a régi, igazi, saját ifistáinkból kiöregedett felnőtt csapat kerettagjai.
Tudtatok-e, készültetek-e erre a tornára külön edzésekkel, esetleg gyakorlásokkal? Tudtunk, szerencsére a kiskörösi strandon tudtunk edzeni, rendes felrotázott, kiépített strandkézilabda pályán. Hetente kétszer kibírtunk menni, meg volt a lehetőségünk, labdák, pálya felállítva, a kapuk rendben voltak. Tudtunk készülni, olyan 5-6 edzést tudtunk beiktatni az előző egy hónapon belül. Mennyiben más nektek kézilabdázni homokon, mint teremben? Különös kihívás ez, vagy esetleg több erőt kell hozzá egy-egy mérkőzésen belefektetni, hogy eredményes legyen az ember? Hogyan látod ezt? Igen, szinte összehasonlíthatatlan a rendes kézilabdával, a strand kézilabda. Nagyon intenzív sport, nagyon pörgősek a támadások, sokkal kisebb a pálya, kevesebb ember kisebb helyen. Nagyon szeretjük nagyon más a homokon futni, illetve kitámasztani a cseleknél, de a látványa is sokkal jobb. Nagyon, nagyon jó sport, nagyon szeretjük. Ti készültetek-e valami meglepetéssel, taktikában esetleg, variációkban a mérkőzésekre? Különösebben igazából nem készültünk, a jól bevált szokásos figuráinkat csináljuk, amit igazából a parkettán és a linoleumon is véghez viszünk. A nyulas figuráink azok nagyon jól működnek, amikor ugye a nyúl az 2 pontot ér. Nagyon jól működnek, szélen tudunk forogni, ezek nagyon jók, illetve kínaizunk is. Tehát amit a sport megenged, szerencsére mindent be tudunk vállalni. Kiskörösi csapatként neveztetek be erre a kupára, hogyan állt össze a gárda, akik szerepelnek a pontrablók csapatában? Hát a kiskörösi lányok meg, aki Kiskörösön játszott régebben, azok visszajöttek játszani hozzánk, és akiknek kedve volt, az jött ki velünk. Honnan jött ez a névötlet, hogy pontrablók? Hát egy csomó név már foglalt volt, így ez volt az utolsó lehetőség, ami följött a csapat számára. Készültetek erre a küzdelemre? Gyakoroltatok, edzettetek esetleg? Hát sajnos csak 2 alkalommal tudtunk kimenni a strandra, mert egy héttel ezelőtt neveztünk, mert hirtelen ötlet volt, hogy volt még egy hely a női csapatban, és így neveztünk utolsónak. Hogyan látod, mennyire állt össze a keret a mai kupára? Hogyan látod az esélyeket? Már túl vagytok azért mérkőzéseken. Hát sajnos kellett volna még edzenünk, mert 2 edzés azért nem sok. Meg volt olyan, aki Pesten tanul, szóval nem tudott eljönni edzésre, szóval ahhoz képest elég jók vagyunk. Készültetek valami taktikával, figurával, esetleg elképzeléssel erre a tornára? Hát igen, csináltunk 1-2 figurát a nyulakra, mert az ugye 2 pont, meg a pörgéseket gyakoroltuk, hogy az is 2 pont legyen. Mennyire jöttek be ezek a mérkőzéseken? Hát is sajnos. Milyen célokkal, tervekkel vágtatok neki a kupának? Van esetleg ilyen elképzelésetek, hogy egy komolyabb helyezést elérni? Az élmény miatt jöttünk, kis tapasztalatot szerezzünk, mert mi első felnőtt csapat versenyen veszünk részt. Sokkal másabb homokon kézilabdázni, mint teremben? Sokkal másabb, egyrészt nehezebb is, mert a homokban nehezebb futni. Sokat kivesz belőletek? Ez több kondíciót kíván meg? Sokkal többen, mert a homokban fáradt a lábunk, meg süt a nap, 40 fokban elég nehéz. Hogyan látod itt az esélyeiteket, esetleg hova érhettek oda most így a csoportküzdelmek után? Hát szerintem a csoportban csak az alsó házba fogunk tovább jutni, mert 2 pontunk van a 3 meccs után, ami nem sok. És mi a helyzet a kiskörösi női kézlabdával? Most nyári szünet van, de tudsz-e valamit mondani, híreket esetleg a csapatházatájáról? Hát még jövő héten edzünk, és utána augusztusban folytatjuk az alapozással. Marad mindenki, játékos keret esetleg? Marad ugyanaz, mint tavaly. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben. Jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.